Tehát, hogy vannak ilyen divatkövetők, akik megveszik ugyanazokat, amit tévében, mit tudom én, hol nem látnak, vagy azoknak a zanzásított változatait, és az ritka, hogy valaki önállóan jó pofán tud öltözködni. Mert mindig a fiatalok kezdik el ugye változtatni a divatot, és utána az ember már ilyen időskorban vannak bizonyos korlátai is ugye az öltözködésnek, mert azért az nem szerencsés dolog, hogyha mondjuk hátulról a sziluett még rendben van, de akkor hátulról úgy néz ki valaki, mint 17 éves lenne, és megfordul, és elájulsz, mert 80. Tehát, hogy ezeket valahogy meg kell próbálni szinkronban tartani az öltözködéssel, vagy ez is egy közhely, de 50 fölött nem nagyon jó hosszú hajat kiengedve hordani egy nőnek. Igen, csak engem az öltözködés a sose érdekelt különösebben. Csak annyi, hogy minél hamarabb túl legyek rajta valahogy így, hogy jó, ne legyen kirívóan. Tehát, hogy valahogyan egyszerűen föl lehessen húzni, kényelmes legyen. Azért, mert akkor a lábam van, amire nehéz cipőt találni. Régen egyszerűen nem gyártottak rá, úgyhogy mindig ilyen gusba kötött lábon kellett lenni, és irigyeltem ezeket a japánokat, akik nem a gyerekkorában bekötözték a lábát. De ő neki nagyon más ízlése van, mint nekem. Ő például egy ilyen kirakat nő, aki tényleg oda tud figyelni, nem megy ki úgy a boltba, vagy valami, hogy ne legyen rendben. Én meg nem, én aztán nem. Nem, az öltözködés nem érdekel különösen. Nem is volt jó ízlésem. Tehát általában, mivel ez egy közhely, de a gyerekeknek rossz ízlése van, és minél kisebb, annál rosszabb. Tök függetlenül tulajdonképpen a környezetétől a gyerekek imádják a díszes, csillogó dolgokat, és akkor emiatt nagyon sok gicszerű megjelenést azt nagyon kedvelnek. De egyébként az ízlés, mint olyan, az egy nagyon szubjektív dolog, úgyhogy nem is mondanám ezt, hogy ítéletet hoz az ember, hanem hogy van egy stílusa, minden embernek van egy stílusa. Az ebben a témakörben, az mondjuk nem az ízléshez tartozik, de a nyelvi műveltséghez, a hanghordozáshoz, a fogalmazáshoz is egy bizonyos kulturáltság tartozik hozzá. Ezt nagyon jó műsorszámokkal ott még a, nem is tudom, hogy hívják, az Antal Imrének volt ez a nyelvész barátja, és az erről egy remek kis előadást tartott, hogy nem mindegy, hogy hol képezzük a hangot elő vagy hátul. Tehát mondták Imre, igen, isteni kis kicsi kabarészámnak beillő. Lehet, hogy ezt meg is kéne keresni a YouTube-on, hogy hát ha fönn van. Az ízlésnél ugyanis számít az iskolázottság, igen, az, hogy milyen családból származik, hát nyilván nem ugyanaz egy paraszt családból, mint egy középosztálybeli, mit tudom én, Biedermeier bútorok között felnövő ifjúnak az ízlése egész más lesz. Mondjuk inkább így, hogy ilyen első generációs értelmiségi családból való vagyok én. Tehát, hogy egy echte paraszt nagyszülő, és egy asztalos nagyszülő, az egy munkás háttér a másik oldalról. Ő még sokkal előbb, mikor még csak a gimnáziumba jártam, a képzőgimibe, akkor épült a fönti ház, és akkor ott még abba is belementek, az az üvegfal, az én miattam épült ott be a két szoba közé, csak azzal a különbséggel, hogy én azt egy eltolható üvegfalnak gondoltam, hogy össze lehessen nyitni a két szobát, de fixen az apám az beépítette, úgyhogy gyakorlatilag csak a haszontalansága volt az, ami nyilvánvalóvá vált. És akkoriban még én ezeket nem tudtam megítélni, tehát gimnazista létemre nem láttam abba bele, hogy funkcionálisan ez nem egészen oké ott, és nem hozza össze a két szobát, hogyha nem nyitják szét. Nem is tudom, hogy én azt csak utólag észleltem-e, vagy már közben. Igen, igen, azért, mert hogy művészeti gimnázium, hát gondolta, hogy jobban értek hozzá, mint ő, aki nem mozgott ezen a területen.
És tényleg így van, hogy az ember, ahogy az évek előre haladtak, és már én, mit tudom, én minden héten volt 3 művészettörténet óra, 10 rajz óra, meg nem tudom, 10 szak óra, kiállításokra jártam, könyveket olvastam ebben a témakörben, tehát nagyon sok tapasztalatra tettem szert, az formálja az embernek a látásmódját. Így úgy mindenkire hat. Mert igazából a kérdés nem is ez, hanem az, hogy mondjuk, hogyha ugyanolyan iskolázottság mellett, nagyjából ugyanolyan háttérrel, és mégis nagyon eltérő ízlést mutat, mondjuk esetleg akár az osztálytársaimmal, és akik ugyanabban az iskolában végeztek, ugyanazt tanulták. A Gabinak egyébként körülbelül ugyanaz a háttere van, ugyanúgy tanító az apja, és hát nem járt művészeti iskolába, de mindig is érdekelte a művészet, az biztos, tehát foglalkozik vele. Nem, az ember, ahogy öregszik, akkor azért letisztulnak a dolgok. Általában most már egyre inkább látom, hogy mindig az egyszerű megoldások tényleg a nagyszerűek, és a finom, de jó minőségű anyag választása az igaz út, inkább legyen kevesebb, de az jó helyen legyen. Mint ahogy látszik a lakáson is, hogy ezt például ugye közösen csináltuk, és ez sikerült is. Van egy bizonyos forma alakítás, ami mondjuk jellemző rám, egy kicsit ilyen, remélem, nagyvonalú forma alakítás, ahogy az évek múltak, de így is indultam, mert ugye pont a 70-es években, amikor én indultam, akkor a finn dizájn az nagyon jelentősen befolyásolta itt a hazai ízlésvilágot, és a finneken belül ugye a Marimekko és az őt körülvevő, a Virkala. Nekem a főiskolán volt egy osztálytársam, és neki hibátlan ízlése volt. Hibátlan tényleg. Mondjuk nagyon jó környezetből is jött, mert az anyja tényleg a 30-as évek nagy textilás tervező nemzedékének az oszlopos tagja volt, meg tulajdonképpen tankönyvek tárgya ma is, és az apja meg építész volt, és jól megalapozott Rózsa Dombi háttérrel, Molnár Cérpállal a falakon, meg minden. De akkor is, tehát ismertem másokat is, akik jó környezetből, és nem voltak ilyen jó ízléssel megáldva. És úgy látom, hogy az ember, ahogy az életkora halad előre, vagy én legalábbis, egyre nagyvonalúbb kell, hogy legyen akár a mintaképzésben is, akár a színválasztásban is, vagy a formaválasztásban is, és az ízlésében is. És nekem például nem volt ilyen értelemben egyáltalán hibátlan ízlésem. A gimnáziumban egyáltalán nem, és a főiskola végén se, tehát nagyon el tudtam úszni, és egy vagy két év múlva ránéztem arra a tervre, amit csináltam akkoriban, és hát mindjárt a Dunámra is tudtam volna tőle ugrani, igen. Tehát, hogy most nekem még az a szerencse, hogy ezek a darabok el vannak tűnve valahol, vagy odaadtam, vagy eladtam, vagy valami, de egy csomót ki tudnék szórni a semmibe. Tehát az az érdekes, hogy az ember, ahogy leül rajzolni, tervezni, akkor is mindig egy ilyen túl gondolt, egy túl díszített dolog felől indul el egy egyszerű irányába. És nekem a régi terveim között is mindig az ilyen tényleg egyszerű és egy valami gondolat köré felépült nagyvonalú munkáim tetszenek még a mai napig is. Van egy-kettő, amelyik tetszik, tényleg, mit tudom, akár 20-30 évvel ezelőtt készült akkor is. Például vannak ezek a zacskóba zárt fejek,
amiről aztán képeslap is készül. A bezártság meg az elkülönültségnek a gondolata meg, hogy ezekkel az eszközökkel. Szóval szerintem sikerült ott az esztétikus megjelenést, a gondolati tartalmat jó harmonikus egységbe viszonylag egyszerű eszközökkel megoldani, mert ott ugye egyrészt mintáztam egy saját fejet, egy portrét, amiről csináltam papírmasé változatokat, rengeteget, és azokra az én anyagaimból ragasztottam föl ugye, hát mintákat, ezek mintás fejek lettek, textil mintás fejek, és ezek lettek bezacskózva. Most ez nagyon sokféle módon értelmezhető az egész, miközben azért egy nagyon dekoratív megjelenésű tárgy is volt. És hát az én értelmezésem ez, hogy, hogy az ember, mint személyiség is gyakorlatilag alig tud túlterjeszkedni a saját kis területén, és mint művész is be van zárva egy bizonyos skatujába, vagy egy bizonyos lehetőségi körbe. De. És hát a pácikás munka az is egy ilyen sorsfordító darab volt, és az is egy biennális munka, talán az utolsó biennálőre készült. Út a Golitól Peruig, vagy valamilyen, vagy az út nem volt benne, de tulajdonképpen ez a gondolat volt. A Goli, utána rájöttem, hogy ez nem jó cím, és azóta talán már valami más címen fut a katalógusba is, mert egyszerűen nem tudják a mai gyerekek, meg felnőttek, meg senki, hogy mi az, hogy Goli, ami nekünk abban az időben nagyon kézenfekvő volt, tehát a Goldberger volt a legnagyobb textilgyár, és igazából nagyon sok kartonanyagot, meg hengernyomású anyagot, ilyen, ez azt jelenti, hogy ilyen kisléptékű színes anyagokat gyártottak, pont olyan jellegűeket, amiket én ehhez a munkához felhasználtam. És itt ugye ez a technikai újítás, ez volt, hogy fölkasíroztam ezekre a szívószálakra a különböző golis anyagokat, és utána ezeket fölfűztem, fölragasztottam egy hordozóra, és összeállt ez az egész egy vibráló képé, és nagyon más minőséget mutatott a kép, mint a külön kis anyagdarabkák, ugye? Tehát, hogy egyszerűen a mennyiség átváltott minőségbe, és ez az egész bábeli színkavalkád, ahogy megjelent, nagyon idézte ugye a perui textilek színes világát, és innét volt a cím, hogy a Golitól Peruig, azt hiszem csak ennyi volt a cím eredetileg. Ez nagy kedvencem volt, úgyhogy ez a perui textilek, meg most is van könyvem róla, és tanultuk is. Az nekem a fejembe van. Ez olyan, mint az indiai textil. Ennek a konkrét ötlete. Az egész máshonnan jött. Az még előző két éve, mikor kimentünk Törökországba, és kimentem, és én ugye ott nem dolgoztam, hanem akkor ott kellett nekem kitalálni magamnak munkát. És csak olyasmit lehetett kitalálni, ami nem került pénzbe, vagy nagyon kevés pénzbe került, és akkor erre gondoltam, hogy erre találtam ki ezt a technikát. Tehát én ezt ott Törökországban kezdtem el csinálni, és először ilyen kis térplasztikákat csináltam, mint azok a kis ejtőernyősök, vagy kis házikók, és azt el is küldtem haza, és akkor nyertem is vele díjat a Viennálén az egyik ilyen kis házikóval. Tehát innét ered, és akkor utána lett az áttéve ékszerbe, például ott kint is csináltam már ezeket az ékszereket, fűztem belőle, és aztán csináltam. Ez nagyon-nagyon nagy munka volt a pácikásat megcsinálni ilyen faliképnek. Úgyhogy ez a történet.